Hálaadó szentmisével emlékeztek meg a Málenki robotból hazatértekről a közelmúltban, a németvárosi Szent József templomban. 1945-ben kezdődött ugyanis a gyulai németek, német származásúak, németes hangzású nevet viselők elhurcolása, kényszermunkára kötelezése. A kitelepítettek nagy része 1948-ban tért haza, ám voltak olyanok, akiknek ez még később adatott meg. A szentmisét követően Alt Norbert alpolgármester emlékezett vissza a 74 évvel ezelőtti eseményekre. Azért, hogy ma ilyen életet élhessünk, azért sokaknak sokat kellett szenvedni. És ezt nem szabad elfelejtenünk. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 74 évvel ezelőtt az akkori német származású fiataloknak nem volt más választása, mint az, hogy nincs választás. Minden más nem létező, elérhetetlen, bizonytalan vagy kiszámíthatatlan volt. Akiket bevagoníroztak, csak a gondolataikkal lehettek biztonságban. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békességben! Amen. Ezt követően a megjelentek először a templomban található emléktáblát koszorúzták meg, melyen az áldozatok nevei szerepelnek. Majd az Aportéri Mária Múzeum udvarán lévő haranglábnál külön is köszöntötték a közel 550 gyuláról elhurcolt fiatal közül a máig életben maradt 7 áldozatot. Közülük 3-an jelenlétükkel is megtisztelték a megemlékezést. Szőke Józsefné Götz Erzsébetet 18 éves korában vagonírozták be. Ő az egyik utolsó csoporttal, maláriával fertőzötten tért haza. Nagyon nagy öröm volt, igaz, hogy nagy betegen jöttem haza, maláriával, 40 fokos lázzal, de azért mégiscsak a hazatérés az volt az igazi. Utána az ember helyre jött. A kintieket meg úgy, ahogy átvészeltük. Mindig gyenge fizikumú voltam, és ott is mindig könnyebb munkára raktak volna. Minden beteg csoportban benne voltam, de mindig kimaradtam. A végén csak a csoporttal jöttem haza. A gyulai német kisebbségi önkormányzat minden évben megrendezi az elhurcoltakra és a hazatérőkre való megemlékezést, ezzel is ráirányítva a figyelmet a 74 évvel ezelőtti eseményekre. Hiszen minden módot meg kell ragadni annak érdekében, hogy a jövőben senkivel se történhessen meg ilyen jellegű diszkrimináció. Emelte ki Mittág Mónika, a gyulai német önkormányzat elnöke. Gyuláról 550 fő fiatalt vittek el Málenki robotra a Szovjetunióba, és 5 év kényszermunka után tértek haza. A mai embereknek, a mai fiataloknak nagyon nehéz ezt elképzelni, hiszen mindenük megvan, és ilyenkor tudunk egy picikét elmélyedni és belegondolni az ő helyzetükbe, hogy hogyan is érezhették magukat azok a 17-18 éves fiatalok, akik akkor egyetlen útjuk volt, hogy oda kellett menni a nevük, a származásuk miatt. Azért fontos, hogy megemlékezzünk, hogy többet ne fordulhasson elő. A tiszteletadásra Kőszegről is érkeztek vendégek, akik a helyiekkel együtt elénekelték a magyarországi németek himnuszát. Végül az elhunyt sorstársak emlékére a jelenlévők koszorúkat helyeztek a haranglábához.